Jó napot kívánok, szeretettel üdvözöllek benneteket a mai matematika óránkon. Csetvei Győri Gabriella vagyok, a Gunarasi Dózsa György általános iskola matematika tanára. Az elmúlt órákon együtt elkezdtük tanulni a racionális számok halmazát, és ezt a témakört folytatjuk tovább. Ma a racionális számok összehasonlításával fogunk foglalkozni. Kaptatok egy házi feladatot. Az volt a feladat, hogy töltsétek ki a táblázatot. Adottak tizedes törtek, pozitív, negatív, ugyanúgy adottak törtek, pozitív, negatív, meg kellett határozni az ellentett számot és az abszolút értéket. Nézzük, hogy mi a megoldás. A mínusz 3,6 ellentett száma a 3,6. Abszolút értéke szintén 3,6. A 0,5 ellentett száma a mínusz 0,5, abszolút értéke pedig az 5. A mínusz 4/7 ellentett száma a 4/7, és az abszolút értéke is 4/7. A 3/7 ellentett száma a mínusz 3/7, abszolút értéke pedig 3/7. Ellenőriztetek le, hogy jól dolgoztatok-e, és akkor haladjunk tovább. Ismételjünk az egész számok összehasonlítási szabályait. Láthatsz egy számegyenest, ezt a múlt órán megbeszéltük, hogy egy egyenesből áll, amelynek a jobb végén van egy nyíl, elhelyezed rajta a nullát, egyforma beosztásokat veszel, jobbra helyezkednek el a nullától a pozitív egész számok, és a nullától balra a negatív egész számok. Bármely pozitív szám nagyobb bármely negatív számnál. A nulla nagyobb minden negatív számnál. Két negatív szám közül az a nagyobb, amely abszolút értéke kisebb, azaz amely közelebb van a nullához. Az ötödik osztályban már tanultátok. Két egyenlő nevezőjű pozitív racionális szám közül az a nagyobb, amelynek nagyobb a számlálója. Mit is jelent ez? Tehát látsz két racionális számot, mindkettő pozitív, mindkettőnek a nevezője 7, tehát a számlálóját kell összehasonlítanunk. A számlálóban látsz egy 4-est, és látsz egy 2-est, tehát amelyik szám a nagyobb, az a tört lesz a nagyobb, tehát a 4/7 nagyobb, mint a 2/7. Ha két pozitív racionális számnak egyenlő a számlálója, az a nagyobb, amelynek kisebb a nevezője. Tehát látunk két racionális számot, mind a két számnak a számlálója ugyanannyi, 8-8. Ekkor a nevezőket hasonlítsuk össze, tehát ahol kisebb a nevező, az a tört lesz a nagyobb. Tehát a 8-9-et nagyobb, mint a 8-11-et. Pozitív racionális számok tizedes alakját úgy hasonlítjuk össze, hogy balról jobbra haladva összehasonlítjuk az egyenlő helyértéken lévő számjegyeket. Az a szám a nagyobb, amelynél így előbb érünk nagyobb számjegyhez. Tehát látod, hogy 1,25 nagyobb, mint 1,1, mivel hogy a tizedes vesző utáni helyen az első tizedes számban 2-es áll, a másodikban pedig 1-es. Minden negatív racionális szám kisebb bármely pozitív racionális számnál és a nullánál. Tehát nyilvánvaló, látod a számegyenest, a nulla a közepén helyezkedik el, jobbra a pozitív racionális számok, balra a negatív racionális számok. Tehát mindegyik pozitív racionális szám az nagyobb a negatív racionális számnál és a nullánál is. Két negatív racionális szám közül az a kisebb, amelynek az abszolút értéke nagyobb. Vagy pedig úgy is fogalmazhatnánk, hogy az a nagyobb, amely közelebb van a nullához. Ezt láthatjuk most felírva szabály szerint, ugyanezt, amiről beszéltem. És akkor nézzünk egy feladatot. Hasonlítsuk össze a mínusz 2/3 és a mínusz 5/6. A mínusz 2/3 abszolút értékbe rakom, így 2/3 kapok.
A mínusz 5 hatodot is abszolút értékbe rakom, 5 hatodot kapok. Közös nevezőre hozzuk a két számot, tehát van 2/3 és van 5/6. 3-nak és 6-nak kell megtalálnom a közös nevezőjét, ugye az a 6 lesz, tehát akkor az 5/6-oddal rendben vagyok, csak a 2/3 kell 6-os nevezőre hoznom. A 3-asból úgy keletkezik a 6-os, hogy megszorzom 2-vel, ugyanígy akkor ennek a törtnek a számlálóját is meg kell szoroznom 2-vel, így lesz belőle 4. Tehát a 2/3 egyenlő lesz 4/6-oddal. És akkor összehasonlítsuk ezeket a pozitív törteket, tehát a 4/6 az kisebb, mint az 5/6, de mivel ebben az esetben negatív törtekről van szó, így a mínusz 2/3 nagyobb lesz, mint mínusz 5/6. Hasonlítsuk össze a következő törteket. Ezeknek a törteknek bonyolult lenne a közös nevezőjét meghatározni, ezért közös számlálóra hozzuk őket. Ugye a 117 és 169-et kellene közös nevezőre hozni, ez bonyolultabb, mint hogy a 4-et és a 6-ot közös számlálóra hozzuk. Tehát megpróbáljuk őket közös számlálóra hozni. Először is a mínusz 4 117-ednek veszem az abszolút értékét, ami 4 117-ed, majd a mínusz 6 169-ednek veszem az abszolút értékét, ami 6 169-ed, és akkor közös számlálóra hozzuk őket. 4-es és a 6-os. A közös számlálót ugyanúgy végezzük, mint a közös nevezőrehozást. Meg kell keresnem azt a számot, azt a legkisebb számot, amelyikben mind a kettő megvan. Ez esetben a 12-es, tehát a 4-ből, hogy 12 legyen, 3-mal kell szoroznom. Ebből kifolyólag a 117-et is, ha megszorzunk 3-mal, akkor 351-et fogok kapni. Ugyanezt megtesszük a 669-eddel, 12-es számlálóra hozom, tehát a 6-ot szorzom 2-vel, hogy 12 legyen, akkor a 169-et is szorzom 2-vel, abból lesz 338. És akkor összehasonlítsuk ezt a két törtet, tehát van nekem 12 351-edem és 12 338-adom. Ebben az esetben az lesz a kisebb, az a tört lesz a kisebb, amelyiknek a nevezője nagyobb, tehát 12 351-et kisebb, mint a 12 338-ad. Ezért, ugye véve a negatív részt, mínusz 6 169-et kisebb, mint a mínusz 4 117-ed. Hasonlítsuk össze a következő tizedes számokat. Mínusz 7,25 század és mínusz 7,255 ezred. Abszolút értékbe helyezem, mivel mind a kettő negatív, tehát a mínusz 7,25 század abszolút értéke az 7,25 század. A mínusz 7,255 ezred abszolút értéke 7,255 ezred. És akkor össze kell hasonlítani a kapott számokat, tehát ez a két szám közül, két tizedes szám közül a 7,25 század kisebb, mint a 7,255 ezred. Ezért, ha a negatív részt nézzük, akkor mínusz 7,255 ezred kisebb lesz, mint a mínusz 7,25 század. Mi történik akkor, hogyha a törtek különböző alakban vannak? Hogyan tudjuk őket összehasonlítani? Elsősorban veszem a tizedes számot, tehát mínusz 0,12 századot abszolút értékben 0,12 század, és akkor a mínusz 1 nyolcadot abszolút értékbe rakva 1 nyolcadot kapok, amit át kellene váltanom tizedes törtbe, átalakítanom. Hogyan teszem ezt meg? Tanultuk azt, hogy ha megtehetem, akkor úgy bővítem a nevezőt, hogy 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 legyen a
a nevezőben. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy ha a 8-at beszorzom 125-tel, akkor 1000-et fogok kapni. És ebből kifolyólag az 1-est is meg kell 125-tel szoroznom, így lesz belőle 125 ezred, amit már csak le kell olvasnom. Ugye a számláló kisebb, mint a nevező, ebből kifolyólag nincs egész rész, tehát 0,125 ezred lesz. Itt mutatom még azt, hogy 125-tel szoroztam az egyest, hogy 125 ezredet kapjunk. És akkor össze kell hasonlítanom a két tizedes számot, tehát 0,12 század kisebb, mint a 0,125 ezred. Viszont ha negatív számként kezelem őket, akkor a mínusz 0,125 ezred lesz a kisebb, és a nagyobbik a mínusz 0,12 század. Az üres mezőbe írjuk be a kisebb, nagyobb vagy egyenlő jelet, hogy ahogy az összehasonlítás igaz legyen. Kijönnek a feladatok, és akkor mindjárt megnézzük, hogy mit is kell csinálnunk, hogyan kell dolgoznunk. Azt mondjuk, hogy a 3/5, pozitív 3/5 és a mínusz 3/5. Hát megbeszéltük, hogy minden negatív racionális szám kisebb, mint minden pozitív racionális szám. A mínusz 5/6 és a mínusz 7/6 közös nevezőn vannak, tehát a közös nevezőn vannak, akkor össze kell hasonlítanom a számlálójukat, és akkor a számlálójuk mutatja meg azt, hogy a kisebbik számlálójú lesz a nagyobb. Tehát mínusz 5/6 nagyobb, mint a mínusz 7/6, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a mínusz 5/6 közelebb van a nullához, mint a mínusz 7/6. Látunk két pozitív törtet, azt is látjuk, hogy ezeknek a törteknek a számlálója közös, tehát a nevezőjüket kell összehasonlítanunk. Van egy 3-as a nevezőbe, és van egy 6-os, az lesz a nagyobb, ahol a számláló kisebb. Tehát az 5/3 nagyobb, mint az 5/6. A mínusz 5/10 és a mínusz 0,5/10, hát ez a két tört ugyanazt jelöli, ezek egyformák. A mínusz 1 és a mínusz 3/3. Az egész részt, ugye a tört akkor jelöl egész részt, hogyha a számlálója és a nevezője ugyanakkora, bármilyen számot vehettünk volna ide, az a lényeg, hogy a számláló és a nevező ugyanaz a szám legyen, például 4/4, 5/5, 6/6, mindegyik egyet akar. Ebben az esetben a mínusz 1 egyenlő lesz a mínusz 3/3-dal. A következő mínusz 5/3 és a mínusz 2. A mínusz 5/3-ot, ha megvizsgálod, akkor láthatod, hogy a számláló nagyobb, mint a nevező, lesz benne egész rész, tehát egyszer van meg a 3-as az 5-ösbe, ezért egy egész, a maradék pedig 2-es lesz, tehát a bal fele ennek a feladatnak mínusz 1,2/3-ot takar, ami ugye a mínusz 2-höz viszonyítva nagyobb, közelebb van a nullához. És akkor 11/6 és 1,5/6. Szintén láthatod, hogy a 11-es a számláló nagyobb, mint a nevező, tehát a 11-ben a 6 egy egészszer van meg, a maradék pedig 5. Ebből láthatjuk azt, hogy a bal oldal 1,5/6 lesz, tehát pontosan ugyanannyi, mint a jobb oldal. Ezért ez a két tört egyenlő egymással. Ugyanez a feladatunk a tizedes számoknál. 0,8 és az 1. Melyik lesz a nagyobb? Hát az egyes, ugye, mert értelemszerűen a másik nincs egy egész. A 0,8 vagy a mínusz 1, de azt mondtuk, hogy a pozitív szám mindig nagyobb a negatívnál. A mínusz 8 és az 1, tehát a pozitív szám szintén nagyobb lesz a negatívnál. Mínusz 8/10 és a mínusz 1. Próbáljuk meg elképzelni, hogy melyik van közelebb a nullához, melyik van távolabb a nullától, és akkor meg tudjuk állapítani, hogy a mínusz 1-es az távolabb helyezkedik el a nullától, tehát ő a kisebb. A mínusz 1,34 az negatív szám, az 1,33 pedig pozitív szám, tehát a pozitív szám az nagyobb lesz a negatívnál.
Látunk szintén két negatív tizedes tört, tehát mínusz 3,87 ezredet és mínusz 4,86 ezredet. Ez a két szám közül a mínusz 4,86 ezred lesz távolabb a nullától, ő lesz a kisebb tört. És a mínusz 10,9 század, vagy a mínusz 10,1 tized, hát a mínusz 10,1 tized lesz a kisebb. Rendezd a következő törteket csökkenő sorrendbe. Tehát a csökkenő sorrend az azt jelenti, hogy a legnagyobbtól kezdjük, és haladunk a legkisebb felé. Látunk pozitív és negatív tizedes számokat, tehát mínusz 0,2 tized, 2,2 tized, mínusz 0,222 ezred, mínusz 2,22 század, mínusz 2,2 század és 0,2 század. Az első feladatod az, hogy választ ki a pozitív számokat, és mivel csökkenő sorrendet kell majd felállítanunk, ezek lesznek az elsők a sorban. A többi számot pedig abszolút értékbe helyezzük, tehát a mínusz 0,2-nek 0,2 az abszolút értéke, a mínusz 0,222 ezrednek 0,222 ezred, a mínusz 2,22 századnak 2,22 század, a mínusz 2,2 századnak 2,2 század. És akkor kiválasztjuk a legnagyobb számot, ami a pozitív számok közül, az aláhúzott számok közül 2,2 tized. Nyilván ő utána fog következni a másik pozitív szám, a 0,2 század. És akkor most vizsgáld meg a tizedes számokat. Tehát a tizedes számok közül, ugye amelyik negatív, az lesz a legnagyobb, amelyiknek az abszolút érték a legkisebb. Tehát a mínusz 0,2 tized lesz a nagyobb, aztán következik a mínusz 0,222 ezred, és a mínusz 2,2 század, valamint a legutolsó a mínusz 2,22 század. A következő törteket is rendezzük sorba, most növekvő sorrendbe. Itt látunk törteket, amelyikek különböznek egymástól nevezőben, tehát az lesz a feladatunk, hogy ezeket a törteket közös nevezőre kell hoznunk. A nevezőt figyeled, van 4-es, 2-es, 8-as, 16-os és 8-as. Ezeknek a számoknak a közös nevezője a 16-os. A 4-ből 16 úgy keletkezett, hogy megszoroztam a 4-es 4-jel, tehát a 3-ast is meg kell szoroznom 4-jel, így lesz 12 a számlálóban, tehát 12-16-od. A következő a mínusz 1-2-ed, amit 16-os nevezőre hozva mínusz 8-16-odot kapok. A 7-8-adot, ha 16-os nevezőre hozom, akkor 14-16-odot kapok. Ugye a mínusz 15-16-od rendben van, és akkor a 9-8-ad, amelyiket, hogyha 16-os nevezőre akarom hozni, akkor meg kell szoroznom a 8-ast 2-vel, ebből kifolyólag a 9-est is megszorzom 2-vel, így lesz 18-16-od. És akkor megpróbáljuk ezeket a törteket közös nevezőre hozni. Tehát a legkisebbel kezdjük, a legkisebb közülük a mínusz 15-16-od lesz, a következő a mínusz 8-16-od, aztán a 12-16-od, a 14-16-od, és a 18-16-od. És akkor helyettesítsük be azzal az eredeti törtekkel, amik meg voltak adva, tehát a mínusz 15-16-od az benne volt a felsoroltak között. A mínusz 8-16-od ugye egyenlő volt a mínusz 1-2-eddel, a 12-16-od az a 3-4-ed, a 14-16-od az a 7-8-ad, és az utolsó a 18-16-od, vagyis az a 9-8-ad lesz. Remélem tudtam nektek segíteni a törtek összehasonlításában.
Köszönöm a figyelmeteket, további szép napot kívánok nektek, viszontlátásra!